közelmúltban bensőséges hangulatú út megnyitóra kaptunk meghívót a Szombathelyi Erdészeti ZRT-től. Mintegy 230 millió forintos költséggel újították fel, mondhatni teremtették újjá a Kőszeg és Velem közötti 5,5 kilométeres erdészeti feltáró utat. Az ismételt megnyitóra stílusosan az erdő mélyén, az ugyancsak megújított Enikő forrás mellett került sor. Ugye a Kőszegi egység Vas megye legfontosabb turisztikai célpontjai közé tartozik. Erdészeti közjóléti feltárútak vannak a hegységben, amelyek a közforgalom számára is meg vannak nyitva. Ezek közül a legfontosabb, ez a Velemtől Kőszegig vezető 5,5 kilométeres szakasz. Gyakorlatilag az elmúlt 10 évben ennek az útnak az állapota nagyon leromlott, és egy teljes rekonstrukció került sor, aminek ugye az a lényege, hogy úgynevezett hidegremix technológiával kavics és cement réteget tesznek a régi aszfaltrétegre, utána összedarálják, majd a megszilárdulása után 10 cm aszfaltréteg került rá, 3,5 méter kerüli átlag szélességben. Nem olcsó technológia, de környezetbarát, ugyanis nem kell az aszfaltot innen elszállítani, hanem a régi aszfalt is felhasználható. 230 millió forintból valósította meg a beruházást a Szombathelyi Erdészeti ZRT saját forrásaiból. Rengeteg olyan turisztikai célpont van itt a közelben, több kirándulóösvény, Alpa-Pannonia turistaút, három forrás, esőház, esőbálók, amelyeket ez az út feltár. Tehát a Kőszegi egység szempontjából ez egyik legfontosabb nyomvonal, útvonal. Amikor arra törekszünk, hogy fejlesszük a megyének az infrastruktúráját, a különböző intézményeket, akkor nem felejthetjük el azt, hogy a természeti örökségünket is megőrizzünk, és át tudjuk adni az utókornak, hiszen tulajdonképpen ez a mi közös örökségünk, így bízunk abban, hogy a Szombathelyi Erdészet ezt a jó hagyományát, amelyet most elkezdett, tovább folytatja, hogy valóban ezeket a páratlan értékeket be tudjuk mutatni a vasmegyeieknek és a hozzánk látogató turistáknak. Igen, most zajlik egy program itt a térségben, Kőszegi egységben, Kőszeg alsó erdőn, illetve Cseprek térségében, ahol elsősorban forrásfoglalásokat újítjuk meg, 13 darab forrást újítunk meg, ezen kívül esőházak, esőbeállók épülnek, felújítjuk a kőszegi tornapályát, a beruházásnak az összforrás igénye 60 millió forint, és október végére fog ez a beruházás elkészülni. E fejlesztés hatása természetesen nem áll meg az erdő határainál. Nem véletlen tehát, hogy Kőszeg polgármestere is jelen volt az ünnepélyes átadáson. Hát Kőszegen alapvetően a turizmus az, ami kitörési pontnak apostrofálható, és erre alapozunk is. A Kőszegi hegység úgy gondoljuk, hogy páratlan érték. Magyarországon még a szubalpin klíma itt nyomokban megtalálható, és nagyon sok kedvelt kiránduló helyet is magába foglal a Kőszegi hegység, és ezzel a kőszegi látogatottságot tudjuk növelni, mert nyilván aki bakancsos turistaként ide érkezik, azért az a városban is szétnéz valamit, a városban is fogyaszt, költ, és bízunk benne, hogy még talán éjszakát is itt tölt el, és ezzel nagy mértékben hozzá tud járulni Kőszeg gazdasági fejlődéséhez. Azon vagyunk, hogy minél inkább több álmot tudjunk megvalósítani. Ez is egy nagy álom volt, hogy a Kőszegi hegység egy rendezett környezetben várja az ideérkezőket. Azt gondolom, hogy a most átadott út magáért beszél. Az út révén nagyon sok természeti kincset el tudunk érni. Elérhető közelségbe kerültek így Vas megyének az értékei, és természetesen ezt a programot tovább folytatja a kormányzat, annak érdekében, hogy az állami erdők valóban nyitva álljanak mindenki előtt, és olyan környezetben fogadja az érkezőket, amely bármely más nyugat-európai országba is azt gondolom, hogy örömmel fogadnának.